Kedves hallgatók! Elérkeztünk a fél év egyik kulcs eleméhez, a newtoni mechanika megszületéséhez, és ebben az első videóban a közvetlen előzményekről fogunk beszélni. Az egyik személy, akit meg kell említenünk, amikor arról beszélünk, hogy kik azok az óriások, akiknek a vállán Newton állt, ugye tőle vett idézet szerint, az René Descartes. Itt láthatjuk egy képét, hát a korabeli öltözetnek megfelelően akár a három testőr egyik színésze is lehetne, de hát nem véletlen, ugye francia emberről van szó, aki az 1600-as években tevékenykedett. Nos, szóval René Descartes, akinek a nevét sok helyről, például a filozófiából is ismerhetjük, a híres gondolkodón tehát vagyok idézet, meg a hozzá kapcsolódó gondolkozásmód, a racionalizmus tőle származik. Szóval Descartesnak most csak a mechanikai, vagy a mechanikával kapcsolatos dolgait említve a következőket kell hangsúlyozni. Az ide vezető út, gondoljunk például Galileire vagy Keplerre, egyre nagyobb és nagyobb szerepet adott a matematikának a fizika megértésében, és Descartes ezt még tovább hangsúlyozza, fontosabbnak tartja a matematika szerepét a fizikában, mint korábban azt tartották. Tehát ez egy ilyen fokozatos fejlődésnek az egyik lépcsőfoka. És nem csak beszél róla, filozofál róla, hanem egy nagyon fontos és a mai napig is rengeteg helyen használt eszközt fejleszt ki, a koordináta geometriát. Neki köszönhetjük. Ugye Descartes-féle koordinátarendszerről beszélünk a mai napig is, amikor a Dirichlet-szögű koordinátarendszert használjuk bármilyen területen. A gondolat csirája már felbukkan Oresmiusnál, sőt, ugye említettük, hogy ő még hozzátenné, hogy az idő pedig egy negyedik dimenzió jellegű viselkedést mutat, de a konkrét ötlet Galileitől származik, akiről nemrég tanultuk, hogy a mozgások komponensekre bontása, ugye ezzel az eszközzel tudta sikeresen tárgyalni a Faraday-hajításnak a pályáját. Szóval innen jön, de Descartes volt az, aki ezt ténylegesen kidolgozta, nem csak az alapötlet, hanem alkalmazás szintjén. Elvi jelentősége a koordinátageometriának, hogy megadja a kapcsolatot a geometria és az algebra között. Ugye a geometria az ókori görögök kedvenc eszköze volt, tökélyre fejlesztették gyakorlatilag a geometriát, viszont a számolással nem sok mindent tudtak kezdeni, a szimbolikus számolások pedig a középkorban jelentek meg, tehát a mai egyenletjelölés és hasonlók, és ennek a kapcsolatát adja meg a koordináta geometria. És ennek gyakorlati jelentősége is van, nagyon sok probléma végig számolható, amit szerkeszteni sokkal nehezebb lenne. És Descartes alkalmazza is ezt sok minden, egy később előadásban látjuk majd, hogy például olyan optikai problémákat old meg, ami máshogyan megoldhatatlan lett volna. Ijesztésképpen betettem néhány képet Descartesnak a geometriáról szóló 1637-ben megjelent könyvéből. Láthatjuk itt ezekben a részletek, hogy franciául publikált, és csak később fordították latinra ezt a művet. Nem kell a részleteket megérteni, ez csak azért villantom föl, hogy lássuk, hogy ezek már, ha tudnánk franciául, akkor a mai ember, mai egyetemista számára is érthetők lennének. Nézzük csak például ezt az ábrát. Ezen az ábrán egy körnek egy darabja van, meg egy egyenesé, és két metszéspont, aztán alatta az egyenletekből fölismerhetjük, hogy ez a két metszéspontnak a magassága, tehát a z-koordinátája, itt a függőleges irányba, hogyha nézzük. Hol metzi ez a kör? A kör és egyenes metszéspontját, ennek a kezelését láthatjuk itt. Aztán Descartes, aki kitalálta magát a módszert, egyből nagyon bonyolult eseteket is megold. Például itt azt vizsgálja, hogy kör és parabola hogyan metszeti egymást. Látjuk itt ebben az esetben van kettő metszéspontunk, de hogyha máshogy helyezkedik el a kör és a parabola egymáshoz képest, akkor akár négy metszéspontunk is lehet, ahogy bejelöltem, és ezeket
Descartes teljesen korrektül tárgyalja. Nagyon hasonló jelölésekkel, mint a mai jelölések. Nem fogunk itt számolni ezzel, ugye ez fizika történet óra, csak fölvillantásként mutatom, hogy találomra kivettem a könyvéből egy kis részletet. Ezek teljesen olyan jelölések, mint a mai jelölések, és láthatjuk, hogy ez az egyenlet például itt Y-ra egy másodfokú egyenlet, mert Descartes sokat tanulmányozta a másodfokú görbék metszeteit, másodfokú görbe például a kör vagy az ellipszis parabola, tehát például a kúpszeletek. De ez csak bevezetés volt, számunkra nem annyira fontos, egy matematika történet kurzuson több időt töltenénk itt, viszont Descartes közvetlenül foglalkozott a mozgástannal is. Például pontosítja a galilei relativitási elvét, hogy a galilei azt mondta, hogy az egyenletes mozgás megkülönböztethetetlen a nyugalomtól, de galilei itt még az egyenletes körmozgásra gondolt, mivel a gömb alakú föld felszínén mondjuk egy hajó körmozgást végez. Descartes azonban rájön, hogy az egyenes mozgásnak van kitüntetett szerepe, az a természetes mozgás. És kimondja azt, amit ma Newton első törvénye néven ismerünk, hogy a testek megtartják egyenes vonalú egyenletes mozgásukat, ha nem zavarják őket. Nevezhetnénk ezt a törvényt Descartes törvényének is, persze mindjárt meglátjuk, hogy miért Newton első törvényének hívjuk ezt. Descartes rájön, hogy a következő problémakör, amit jól lenne tisztázni, az ütközések esete. Tehát mi történik, hogyha két különböző tömegű golyó egymáshoz ütközik? Érezhető volt, hogy itt ez segít földeríteni a mögöttes törvényeket, próbált szabályokat megállapítani, nem igazán sikerült neki, de mindenképpen előre mutató, hogy megpróbált ezen a téren valamit tenni. Ugye nem csoda, hogy nem sikerült neki, hiányzik még az erőnek, a lendületnek, az energiának a fogalma, ami szükséges lenne ennek a problémának a megoldásához. Elgondolkozik azon, hogy a Kepler által felderített törvények, azok minek köszönhetők, mi van a háttérben, és Descartes azt állítja, hogy valami finom anyag tölti ki az univerzumot, és ennek az örvénylése sodorja tova a bolygókat. Ugye értelemszerű, hogy már merev kristályszférákra nem igen lehetett gondolni, amikor változó sebességű ellipszis mozgást végeznek a bolygók. És megpróbálkozik a súlynak, a nehézkedésnek a magyarázatával, de nem sikerül neki. Hát most kicsit fura, hogy felsoroltam olyan dolgokat is, ami nem volt sikeres. Viszont már a bevezetésben említettem, hogy sokszor még a sikertelen próbálkozások is fontosak abban, hogy megértsük, hogy hogyan fejlődik a fizika, és ezért mindenképp meg kell említeni ezt például, hogy elkezdte az ütközéseket vizsgálni. Ugyan nem adta meg a megoldását, de tanultuk Galileinél meg előtte, hogy Descartes előtt egy-két generációval a szabad esés leírása volt egy kulcskérdés, és végül is azzal 1600-as évek elejére zöldágra vergődtek mind kísérleti, mind elméleti oldalról a kutatók. És ez volt a következő, amit majd mindjárt meglátjuk, hogy hogyan oldanak meg. Nos, mindenképpen Descartesnak ott volt a Newton első törvénye gyakorlatilag, tehát az egyenes vonalú mozgása természetes, és megtartják a testek ezt a mozgásukat, ha békén hagyjuk őket, és próbálkozott más dolgokkal is. Sok egyéb fontos eredménye is van Descartesnak, amiről tanulunk majd például optikai eredmények, ez ugye egy másik témához tartozik, de jegyezzük meg, hogy Descartesra még visszatérünk. Newton mechanikai előzményei között mindenképp egy másik tudóst is meg kell említeni, Christian Huygens, aki szintén egy fizikán belül egy polihisztor volt, tehát nagyon sok fél évvel foglalkozott, például nagyon jó távcsöveket épített, és a fényelmélethez is hozzájárult, de a mechanikában se elhanyagolta, amit tett. Általánosabb lejtőtörvényeket adott meg Galileinél.
Megtervezte a cikloidális ingát. Na, ezt majd mindjárt bemutatom, hogy ez mit jelent. Folytatta Descartesnak az ütközésekre vonatkozó vizsgálatát, és gyakorlatilag rájött a lendület és energia megmaradás törvényére. Kicsit nehézkesebben fogalmazta meg, mint ahogy ma elegánsan, több évszázad után ezt megtesztük, de gyakorlatilag rájött a lendület és energia megmaradás törvényére. Fölírta még Newton előtt a centripetális erőt. Tehát, hogy az egyenletes körmozgás fenntartásához mekkora erő szükséges, ugye ma is használjuk nagyon sokat az M-szer V négyzet per R formulát. Ez adja meg az R-sugarú pályán V egyenletes sebességgel való mozgáshoz szükséges erőt, hogyha egy M-tömegű test mozog. Ez nagyon fontos volt Newtonnak, hogy ezt már valaki levezette előtte. És a vonatkoztatási rendszerek közti áttérést is rendbe rakja. Ugye már Galileinél fölbukkan ez a gondolat, meg Descartesnál is, de Huygens az, aki ezt következetesen végigviszi ezt az egészet. És akkor némelyik dolgáról, például lejtőtörvényekről és az ingaóráról szeretnék részletesebben is mondani pár dolgot. Ugye Galilei az egyenes lejtőknek geometriai jellegű elméletét megadta, és kidolgozta a tetszőleges alakú lejtőn, tehát Galilei az egyenes lejtőket adja meg, ezzel szemben Huygens a tetszőleges alakú lejtőn való mozgás törvényeit dolgozza ki. Ez az ábra, ami itt látható, ez Huygensnek a könyvéből van kimásolva, azt mutatja, hogy a G és E pontok közötti görbevonalú pályát ilyen kis érintő szakaszokkal, amiket az F, B, G és a többi pontokba húzott érintőnek a, ehhez a görbevonalú pályához. Nézzük csak, ez egy ilyen érdekes dolog, ha belegondolunk, itt van az A pont, ami ugyanaz, mint a G pont, itt van a B, itt van a C, itt van a D, és akkor közé utólag teszi be az E, F, G, H pontokat. Látszik az ábrából is, hogy fokozatosan finomítja a lejtőnek a közelítését, és azt írja a művében, hogy ezt ha végtelenig finomítjuk, akkor kicsi egyenes lejtőkből állónak képzelhetjük el a görbevonalú lejtőt. Nos, megadja ennek az elméletét, és megad egy módszert arra, hogy hogyan lehet akármilyen görbevonalú lejtőn meghatározni a legurulásnak az idejét. Miért érdekes ez? Nem önmagában a lejtők miatt, hanem azért, mert ezzel tudja a Galilei által elkezdett ingamozgás tanulmányozást teljesen korrekté tenni. Megmutatja, ugye, hogy egy egyszerű inga egyenértékű egy köralakú lejtőn való mozgással. Tehát, hogyha létrehoznánk egy ilyen köralakú vájút, és ebben gurulna egy labda ide-oda, hát az ábrám így egérrel egy kicsit béna, de azért azt hiszem lehet érezni, hogy mit akartam ide rajzolni. Szóval egy köralakú lejtő, köralakú vájúban, egy köralakú lejtőn való mozgás az ugyanaz, mint az egyszerű ingának a mozgása. Először Huygens ezt tanulmányozza, és bebizonyítja, hogy a köralakú lejtőn a periódus idő a kitérés függvénye. Ugye Galilei, akiről mondtuk, hogy eléggé nem precíz ember volt, mérések, ő azt hitte, hogy 90 fokig kitérített inga is ugyanannyi lengés idejű, mint a kis kitérések esetén. Ezt tudták már nem sokkal Galilei után, hogy ez nem egészen igaz, ha nagyobb a kitérés szöge, akkor nagyobb a periódus idő is, de Huygens megadja a formulát. Mai alakban fölírva ezt, de ezzel egyenértékűt írt föl Huygens, azt mondja, hogy az inga periódus ideje 2π-szer gyökel per g, ez az L, ez az ingának a hossza, a g a gravitációs gyorsulás értéke. Eddig az általános fizika kurzusokon is tanuljuk, ez a kis kitérések esetén a periódus idő, de Huygens azt mondja, hogy ehhez egy szorzófaktort hozzá kell adni, ami a teta maximális kitérítés szögétől függ. Ha a tetát radiánba mérjük, akkor ez a formula van, amit nézzük csak. Ha teta pici, mondjuk 1/10 radián, a
az közelítőleg 5,7 fok. Tehát, hogy ha mondjuk teta az 1 tized, akkor teta négyzet 1 század, de még azt is el kell 16-tal osztani, tehát egy ezreléknyi korrekciót ad ez a tag, egy 5,7 fokos kitérés esetén. Na, innen látjuk, hogy valóban kis kitérésekre szinte mindegy, hogy ez a teta mennyi, mert az egyhez képest ez a tag, meg ez a tag, meg a többi tagok is, amik nincsenek fölül, elhanyagolhatók lesznek. Ahogy nő a teta, úgy egyre nagyobb értékeket vesz fel ez a formula, és hogyha a teta például mondjuk 1 radián, az ugye 57 fok környékén van, szóval egy radián esetén ez már jelentős korrekciót jelent. És módosítja például az ingaórának a lengés idejét. Sőt, hát az ingaóránál már valójában ez a tag is számít, amit ide fölírtunk, mert egy ingaórának nagyon pontosnak kell lenni, abba gondoljunk bele, hogyha azt akarjuk, hogy egy nap alatt csak egy másodpercet siessen vagy késsen, akkor körülbelül 5 jegypontosságig pontosnak kell lenni a periódus idejének. Nos, hány hez nem áll meg itt, hanem meghatározza azt az alakot, amelynél nem függ a periódus ide a kitéréstől. Tehát, hogyha nem körpályán mozog a test, hanem valami más pályán, mindjárt megmutatom milyenen, akkor meg lehet mondani, akkor nem fog függni a periódus ide a kitéréstől, és pontosabb órát lehet belőle építeni. Na, ez az alak, az úgynevezett ciklois, amit úgy kapunk, hogy képzeletbe gurítunk egy kört egy egyenes mentén, és a körnek egy pontja írja le ezt a ciklois. Ez a piros görbe, ez a ciklois görbe. Érdekes módon kicsit emlékeztet az epiciklusokra, amit a görögök a bolygó mozgás leírására találtak ki. De hát Huygens örül is a görögöknek, mert azért a görög geometriára alapozva tudja ennek a cikloisnak is a szabályosságait fölírni. Nos, azt bizonyítja tehát Huygens, hogy ha ilyen pályán mozog egy test, akkor független a periódus idő a kitérés szögétől, és meg is adja a módját, hogy lehet ilyet építeni, azt mondja, hogy az inga mellé tegyünk ilyen fémlemezeket, ez meg ez, egy-egy ilyen megfelelően görbített fémlemez, és ezekre a fémlemezekre az egyre nagyobb szögben kitérő ingának a fonala föl lapul egy ideig, és akkor rövidül az effektív, a hatásos ingahossz. Ez biztosítja, hogy végül is ezt akármekkora kitéréssel lengetjük ezt a cikloidális ingát, állandó lesz a periódus ideje. Meg is tervezi, hogy milyen alakú fémlemezt kell ide tenni a fonál felső részéhez, kiderül, hogy ez is cikló is. A görögök nagyon örülnének ezeknek, az ókori görögök ezeknek a szép geometriai bizonyításoknak. Szóval, ha ide tesz cikló is alakú fémlemezeket, akkor cikló is pályán fog mozogni a test, és nagyon pontos ingaóra készíthető ezzel, és Huygens meg is csinálja, meg is konstruál. Őtőle származnak az első igazán pontos ingaórák. És amikor Newton mechanikának előzményeiről beszélünk, akkor mindenképpen kell röviden a differenciális integrál számításról beszélni. Hát ez a matematika történetnek egy kulcsfontosságú része, és egy matematika történet órán nagyon sok időt eltöltenénk itt, de hát ez egy fizika történet óra, úgyhogy itt csak a leglényegesebb gondolatokat említjük meg ebből. Ugye vannak előzmények, amire már hivatkoztunk is, csak szeretném összegyűjteni. Az ősi előzmények, Archimédész az ilyen 3. században az integrál számítás előzményeit dolgozza ki, terület és térfogat számítást végez, ugye gömbtérfogata például tőle származik, vagy kúptérfogat számítása, és a módszere nagyon hasonlít az integrál számításra, tulajdonképpen az gyakorlatilag, egyre finomodó részekre bontja föl a testeket, és egyre jobban lecsökkenti a finomított terület, meg a valódi terület közti különbséget, és így találja meg mondjuk a gömbtérfogat képletét.
Hiszen említettük az Oxford Calculators csapatot az időszámításunk szerinti 14. századból, ez az 1300-as években, ők rajzolják fel az első grafikonokat, rájönnek, hogy a grafikonok meredekségének nagyon fontos szerepe van, a fizikára vonatkoztatva például a pillanatnyi sebességnek a jelentése, grafikus jelentése, a grafikon meredeksége, és nagyon helyesen kezelnek több mechanikus problémát, tehát itt a differenciál számítás ősére ismerhetünk. És erre alapozva a 16. században, ugye például az ejtési kísérletek kapcsán sokan a változó sebességű mozgásokat tanulmányozzák, illetve ekkor születik meg a mai számjelölés és a tömör egyenlet felírás ebben a korban. Tehát a tizedes törtek, amik lehetővé teszik a gyors konkrét számolást, és a szimbolikus egyenletek az 1500-as évek Európájában jelennek meg. Ez mind kell ahhoz, hogy lehessen differenciális integrál számítás. A 17. században ennek megfelelően a fejlődés nyomán sok olyan problémát tudtak kezelni, amiket ma azt mondjuk, hogy differenciális integrál számítást végeztek kezdetleges formában. Például Galilei megmondja azt is, ismerve a ferdehajítás törvényeit, hogy hogyan kell maximális dobási távolságot elérni, hogyha fix az eldobásnak a sebessége. Ugye ez differenciál számítás, szélső értékkezelés. Aztán egy Isaac Barrow nevű matematikus, aki Newton elődje volt, azon az egyetemen, ahol Newton professzor lett, ő például azt tisztázza, amit minden bevezető matek kurzusban említünk, hogy a görbéknek, akármilyen görbének egyre közelebbi pontjait kötjük össze, akkor végül is az érintőt kapjuk meg határértékben. Mondjuk ezt mai fogalmazás szerint. Aztán Kepler, aki rengeteg mindennel foglalkozott, például az optimális boroshordó alakjával is foglalkozott, és hogy lehet az a boroshordó térfogatát meghatározni, erre is fölírt formulákat alapozva Archimédész munkájára. Szóval Pierre Fermat nevű matematikus pedig a tetszőleges polinomok alatti területet meghatározza, az x az n-edik erre, tetszőleges n-re megadja a görbe alatti terület kiszámolásának a módját. Ez is az integrál számításnak az csírája. És még itt ide tettem egy pontot, egy matek történet kurzuson biztosít még sok mindent emlegetnek, de mindenképpen azt kell mondani, hogy a 17. század közepéig már sok problémát megoldanak, ami differenciál vagy integrál számítás, de még hiányzik az általános elméleti háttér, hiányzik a kettőnek a kapcsolata, hogy kapcsolódik egymáshoz a kettő, és hiányzik egy jól használható jelölés ebben a korban. Nos, ezen problémák egy részére ad választ a Newton-Leibniz formula, amit mai napig is tanulunk, ugye ez a szent grálja a területnek, ez adja meg a kapcsolatot a differenciális integrál számítás között. Mai jelölésekkel azt kell mondani, hogyha egy nagy F függvénynek a deriváltja a kisebb függvény, akkor a kisebb függvénynek A-tól B-ig vett integrálja az nagy F B minusz a nagy F A. Tehát a görbe alatti terület és a meredekség számolások azok összekapcsolódnak a Newton-Leibniz formula segítségével. Ezt többen fölírnak hasonlókat, és végül is különböző formában publikálja ezt Isaac Newton és Gottfried Leibniz a 17. század végén, és egy nagyon híres tudományos vita lesz, alakul ki Newton és Leibniz között, hogy kifedezte fel először ezt a törvényt, mert kiderül, hogy ez tényleg nagyon fontos törvényszerűség volt. Ez a matek történetnek egy hasonlóan fontos vitája, mint a fizika történetnek a Galilei per volt, igaz, itt senkit nem fenyegettek inkvizícióval, itt arról szólt, hogy kifedezte föl
ezt a kapcsolatot a differenciális integrál számítás közt. Nem belemenve a részletekbe, az utókor nagyjából úgy látja, hogy Newton és Leibniz egymástól függetlenül jutottak komoly felismerésekre ezen a területen, de egyikükbe se állt össze még teljesen a kép, és nagyon valószínű, hogy Newton előbb fedezte fel lényegében ezt a kapcsolatot időrendben, de nem teljesen egyértelmű ez a dolog. Szóval nem volt ennyire letisztult még akkor. Ezért az utókor ezt a formulát egyszerűen Newton-Leibniz formulának nevezi, nem akar állást foglalni az ügyben, hogy most ezt kifedezte föl. Megérett a kor arra, hogy fölfedezzék ezt, és független módon különböző részeit fölfedezték. Lényegében ezt teszi használhatóvá a matematikai kalkulust. Innentől kezdve sokkal több probléma megoldhatóvá válik. És fölbukkannak majd ilyen egyenletek itt az előadáson, de előre mondom, hogy nem a Newton korabeli jelölést használjuk, mert az még nagyon nehéz, nagyon nehézkes mai szemmel nézve, hanem a mai jelölésekre írjuk át ezt. És akkor itt ennek a bevezető szakasznak egy összefoglalását szeretném adni ezen a prezentációs oldalon. Azért foglalom össze, mert ugye ennek a fizikatörténet kurzusnak egy nagyon fontos célja, hogy az összefüggéseket lássuk, és egy kicsit visszatekintek majdnem az egész eddig tanult tananyagra, legalább minden korra valamit bele tudunk nézni. Tehát a newtoni mechanikához vezető útnak az áttekintése következik. Ugye az arisztotelészi mechanikát többen megingatják, kezdve az 1300-as évekbeli tudósokkal Orazmus és Baryden nevét emeltük ki, de aztán később mondjuk Stirn és Galilei nevét tanultuk meg, akik az arisztotelészi mechanika tarthatatlanságát kimutatják sokféle módon. Rájönnek a relativitási elvre, ami Orazmiusnál van leírva először, de Galilei nevéről híresült el, Galilei féle relativitási elvnek nevezzük, és végül is Descartes adja meg a teljes mai formájába, tehát hogy az egyenes vonalú egyenletes mozgás megkülönböztethetetlen a nyugalomtól. De aztán Huygens teszi egészen rendbe a témát a vonatkoztatási rendszer fogalmának a bevezetésével. Az, hogy a természetes állapot a mozgás és nem a nyugalom, azt ugye Baryden mondja ki először, de ez még Beekman, Galilei és Descartes is hozzáteszi a magáét. És az, hogy az impetus, mai szóval a lendület, a tömeg és sebesség szorzatának a fogalma mennyire fontos, az ugye Baridennél merül fel először, de Beekman és Huygens is hozzáteszi a magáét. Ugye Beekman, emlékezzünk, az impetus elmélet alapján levezeti a szabadesésnek a törvényszerűségét. Matematikai előzmények között pedig a Descartes koordináta geometriája és a differenciális integrál számítás kezdetei említendők, és mindez a dolog, mindez a több évszázadnak a terméke áll össze Newtonnál egy egységes képé, amit majd a következő videóban foglalok össze.